Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Városi TV Mohács október 13-ai hétközben című magazin műsorát látják. Adásunk elején jön szokásos rövidképes ajánlónk. Épp testben, épp lélek, százakat vonzott a Selyemgyár egészségnapja. Főhajtás a Nemzeti Gyásznapon, az aradi hősökre emlékeztek a Gőzhajó utcában. Városi főhajtás október 6-án a parkos tanulók az iskola emlékhelyén tartották hagyományos megemlékezésüket. Folt hátán folt, kiállításra invitáltak az ügyeskező kézi munkázók. Nyáron megnyílt impozáns közösségi színterünk a Selyemgyár kulturális negyed, egészségnap megtartására is kiválóan alkalmas. Bizonyság erre a múlt szombati rendezvény, amelyet a kissé barátságtalan időben is több százan látogattak meg. A sport ezúttal is bebizonyította, nem csupán a testi és lelki egészség megőrzését szolgálja sok oldalon, hanem kiváló közösségépítő tevékenység is. Megszámolni is nehéz lenne, hányféle program várta a résztvevőket, gyerekeket, fiatalokat és középkorúakat reggeltől, majdnem estébe nyúlóan. Számos előadás, tanácsadás zajlott az egészséges életmód témakörében, emellett termékbemutatókon szerezhettünk további hasznos ismereteket. Ha valaki avatott ismerője és elkötelezett védelmezője az egészségnek, az dr. Csizmadia Csaba. Kórházunk főigazgató főorvosának köszöntőjét, megszívlelendő gondolatait szépszámú érdeklődő hallgatta végig. E napon természetesen főszerepet kapott a sport, amely az egészség megőrzésének egyik legjobb eszköze. Volt itt futóverseny, ovisfutás, karate, kangú és hip-hop bemutató, kölyöktorna, játékos foglalkozás terápiás kutyákkal. A fénypontot mindenképpen a hazai fitness egyik legnagyobb csillaga, Rubint Réka fellépése jelentette, aki közös, alakformáló edzésre hívta a mohácsiakat. Tégy a testednek valami jót, hogy a lelked kedvet kapjon benne lakni. Ez volt a jelmondata a Selyemgyár kulturális negyed első egészségnapjának. Az elsőnek, ami remélhetőleg nem az utolsó. 2 helyszínen is fejet hajtott városunk közönsége az 1848-as forradalom, majd az azt követő vérbefolytott szabadságharc hősei előtt október 6-án. Elsőként a mohácsi polgárok olvasókörének megemlékezését láthatják. A Gőzhajó utcában, a mohácsi polgárok olvasókörének udvarán dalárdájuk, citerazenekaruk és versmondóik műsorát számosan követték figyelemmel. A mai napon nem ünnepelni jöttünk össze, hanem megemlékezni. 172 évvel ezelőtt az ország elitjét, a legszebb, leghazafibb embereinket a császár parancsára halálra ítélték, és nyugodtan mondhatom, mocskos módon kivégezték. Aki ezt megtette, ugye az Julius Jakob Hajnau volt annak idején, de hogy miért tehette ezt meg, és hogyan válthatták le a mi királyunkat, azt megemlítésre méltónak tartom. Ugye annak idején, amikor Kossuth Lajos megkérte a császártól, hogy a 12 pontot, a követelésüket törvénybe iktathassák, akkor 5. Ferdinánd, aki osztrák császár és magyar király volt, ezt vonakodva, de szentesítette. Ezek után születhettek meg a tavaszi, az áprilisi törvényeink. És utána ezt a császárt egyszer csak félreállítják, és nem hal meg, ő csak 1875-ben hal meg Prágába. Valaki félreállítja, és hozza Ferenc Jóskát, aki ugyanúgy császár lesz. És csak annyit tennék föl kérdésként, hogy ki az, aki képes egy magyar királyt, egy osztrák császárt egy parancsszóra félreállítani. Ezt nagyon érdemes átgondolni. Ugyanakkor érdemes átgondolni Hajnaunak is az ítéletét, akinek gyakorlatilag parancsba adták, hogy itt megtorlást végezzen, és a bresciai hiénának mondott
Hajnaú, aki Olaszországba is ugyanígy kivégeztetett több száz embert, ezt megtette. A császár csak annyit mondott, ugye Ferenc Jóska, hogy akkor értesítsék, amikor már minden elmúlott. 13 vértanunk volt Aradon, legalábbis erről emlékezünk meg, de 16-ot végeztek ki ott, a többinek a nevére se. Az utókor nem kíváncsi, mert nem voltak főtisztek. Oda fölvéstük a falra, hogy kik is ezek a tábornokok. Egy ezredesünk van, ugye Lázár Vinus. A többiek mind tábornokok voltak, és ugyanazon a napon kivégezték gróf Batthyány Lajos miniszterelnököt. Ez olyan égbe kiáltó gaztetnek minősül, amikor egy hadifoglyot kivégeznek, aki tulajdonképpen nem is az osztrák csapatok előtt tette le a fegyvert, hogy ez égbe kiáltó bűnnek számított, és annak idején Hajnaút ezért Londonba majdnem agyonverték. Megszökött ugyan, de 4 év múlva utolérte azért a bal szerencse, és 53-ban ő is meghalt. Hogy mit szeretnék ezzel az egésszel ma megemlíteni, az az, hogy ezt soha nem szabad elfelejtenünk, hogy egy magyar királyt leváltottak egy parancsszóra, és hogyha valamivel nekünk szembe kell nézni, akkor az, hogy ez az erő vajon létezik-e ma is. És hogyha létezik, akkor ki az, akivel szembe kell nézni. Ezt soha nem szabad elfelejteni annak, aki magyar. Van egy olvasókörünk, Lippán, aki Degré Alajos nevét viseli. Degré Alajos Kossuth Lajosnak sok-sok levelet írt, hogy a nemzetiségi politikáján változtasson. Már abban az időben kristálytisztán kirajzolódott, hogy ellenünk lehet uszítani a horvátokat, a szerbeket, a szlovákokat, és hogyha ezt megtette volna Kossuth Lajos legalább tárgyalás szintén, akkor valószínű, hogy Jelasicsot nem bérelték volna fel, és nem támadt volna ellenünk. Hogyha ezt tanulságként le lehetne írni, akkor nagyon fontosnak tartanám, hogy mi itt a Kárpát-medencébe a környező népekkel 1000 éve együtt élünk, és lett volna a magyarnak bőven ideje arra, hogy asszimilálja ezeket a népeket, de nem tette meg, mert István királyunk azt mondta, hogy ez a nép, ez akkor lesz erős, hogyha több nemzetet fog össze. Nem az volt a cél, hogy kiírtsuk a környező népeket. Ma pedig szerintem a legnagyobb célunk az kell, hogy legyen, hogy ezekkel a népekkel kibéküljünk, ugyanis a trianoni diktátum az ránk egy olyan óriási terhet rót, hogy nem békülhetünk ki a népekkel, akik körülöttünk vannak. Igenis ki kell, hogy béküljünk, át kell gondolni, hogy mi a feladatunk ebbe a korba. Benedek János a szabadságszobornál. Én nem vagyok bálványimádó, s az ért szobor előttem holt anyag. A benne rejlő eszme bár kiválós, körötte bár ezrek tolonganak. Ünnepet ülni érted, szép mulatság, dicső dalban, szóban és szoborban. De csak ezekben élsz, dicső szabadság. De a világban szolgaság nyomor van. Szabadság, lelkem örök ideája. Te érted, annyi nagy szív vérezett. Könnyen csorog, ha gondolok rája, szívem facsarja az emlékezet. Neved manapság olcsó, könnyű préda. Éretted most egyebet sem teszünk, hogy hébebb korba előttünk a példa. Egy-egy szoborban ím leleplezünk. Nem téged leplezünk le, ó szabadság, de magunkról rántjuk le a leplet. Avagy követte lelkének parancsát, ki érted annyit tett, hogy ünnepelt? Hát ünnepeljünk, harsogjon az éjjel. Felejtsünk annyi bút és annyi bajt, s folytsuk vissza a szívünkbe mélyen azt az egekre feltörő sóhajt. Felejtsünk mindent, ami szörnyű emlék, mi a szabadság gyilkolója volt, mi a hóhérok lelkébe szülemlék, a vérbosszú ne légyen itt ma folt. Gályákra hurcolt, láncra vert rabok, vérpadra vonszolt annyi vértanú, ne zavarjátok ezt a szép napot, maradjon por, mi csak por és hamu. S a népnyomor sinylődő milliói újjongjanak, e szép szobor körül,
Illő-e szent kegyeletet leróni? Van-e, ki itt nem ünnepel, s örül? Örvendjetek! Elnémul én lantom, én itt hagylak, te hideg ércalak, s szívem utolsó csepp vérét kiontom. Csak téged egyszer élve lássalak. Süt az őszi nap sugára, az aradi vár tömlöcnek ablakára. Szánja azt a 13 magyar vidék, ki a tömlöc fenekén a halálra. Kérték sorra mind a 13-at, szőttek fonttal a nyakukba hamis vádat. Elnevezték felségsértő pártfüggőknek, mert a magyar szabadságért harcba mentek. Uram Isten, az ítélet katasztrófa, mint harabló udonállók lettek volna, mint ha méltók nem volnának egy löverre, katonához, férfiakhoz illő véget. Aradivár halál völgye, 13 magyar vitéz temetője. Viruljanak sírjaikon vérvirágok, fejthetett reményen az ő halál. Mindannyian együtt vannak fenn az égben, vértanúk ők hárma hazánk szent ügyében. Az eseményen, amelyen néhai polgármesterünk Szekó József tiszteletére avattak emléktáblát, Pávkovics Gábor polgármester és Bacsmai László kanonok plébános mondta el gondolatait. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit az aradi vértanúk ünnepségén. Tavaly is arról beszéltem, hogy ez legyen egy ünnep. A Mohácsi csatában is mindig arról beszélünk a Mohácsi csatával kapcsolatosan, hogy ez egy vesztes csata, és itt veszett el Magyarország, én pedig pont fordítva értelmeztem egy évvel ezelőtt is, hogy emlékezzünk a hősökről. És ugyanúgy az aradi 13 ünnepségen, mert ezt ünnepnek tartom, emlékezzünk meg a hősökről. 2001-ben, ha jól emlékszem, 20 évvel ezelőtt nyilvánította a nemzeti gyásznappá az első Orbán kormány október 6-át, hogy a aradi 13 hősről megemlékezzünk országos szinten is. Néhány gondolatot összeírtam magamnak, de a vers után és a felvezető után azért nem fogok elmondani mindent, és először is azzal szeretném kezdeni, hogy meg szeretném köszönni a Mohácsi Polgárok Orvosókörének azt a gesztust, hogy néhai polgármesterünkről ilyen tekintetben is megemlékeznek, és hogy az aradi 13-ak mellett
Az ő emléktáblája is szerepel ezen az emlékfalon. Köszönöm szépen. A vértanú az egy olyan ember, aki egy eszméért, egy vallásért, egy hitért, akár az egész életét feláldozza. Ezek az emberek feláldozták az életüket Magyarországért, holott tudni lehet, hogy ezek közül, az emberek közül nagyon sokan nem magyarok voltak. Nem is Magyarországon születtek, és a császári haderőben szolgáltak, ott teljesítettek szolgálatot. Majd aztán azt mondták, hogy az ő hitük és az ő eszmeiségükkel nem összeegyeztethető az akkori császári berendezkedés, és inkább megfogalmazták azt, hogy a szabadság mellé állnak. Független attól, hogy nem voltak magyarok, hanem különböző nemzetiségűek. Többször el szoktam mondani, hogy Mohács egy több nemzetiségi ország, és az előző vagy város, és ebből az aspektusból már kaptam impulzust az előző beszédből is, hogy igen, a több nemzetiség, ha összefogott volna másként, vészeljük át ezt a szabadságharcot, vagy másképp is alakulhatott volna. Pont ugyanúgy értékes ez a szabadságharc, mint ahogy a mi nemzetiségeink együtt tudnak élni, ezek a nemzetiségek együtt tudtak akkor is harcolni. Igaz, hogy nagyon sok esetben megtévesztették őket, és a császári haderő a magyar haza és a magyar hon ellen tudta őket fordítani. Miért is küzdöttek ezek az emberek a szabadságharcban? A nemzeti függetlenségért. Az én megítélésem szerint a Habsburg birodalomban Magyarországnak helye volt. Ha átgondoljuk, akkor nem volt olyan rossz korszak Magyarország tekintetében, csak a nemzeti függetlenség az hiányzott, amit a Habsburg birodalom nem akart, vagy nem volt képes, inkább az első megadni Magyarországnak. Egy párhuzamot szeretnék vonni a mostani körülmények között. Ugyanezt a nemzeti függetlenségi harcot vívja Magyarország, és most nem a Habsburg birodalom ellen, hanem az Európai Uniónak a balliberális rendszerei ellen szeretnék kivívni a nemzeti függetlenségünket. És kik is a társaink? Azok a V4 országok, akiknek a hősei, az aradi vértanúk, az ő országaikból is, az ő területükről származnak. Ezek a V4 országok állnak mellénk azért, hogy ki tudjuk vívni azt a nemzeti szuverenitást, amivel Magyarországnak a léte és a függetlensége megőrizhető. Van egy olyan idézet, amit végezetül felszeretnék olvasni, ez pedig Hajnaú így írta. Az eljárásokat a legrövidebb időn belül befejezzük. Egy évszázadig nem lesz több forradalom Magyarországon. Ha kell, a fejemmel szavatolok érte, mert gyökerestől írtom ki a gazt. Hát tisztelt hölgyeim és uraim, ezt a gazt, ezt nem sikerült gyökeresen kiírtani. Ez az ország, ez a mai napig létezik és virágzik, és hogyha a függetlenségi harcunkban, amit mai napig vívunk, össze tudunk fogni, és ezt megmutatjuk akár a következő év tavaszán, amikor újra virágzik a természet, akkor én azt gondolom, hogy Magyarország jövője a továbbiakban is ilyen sikeres lesz. Nagyon örültem már a felvezetőben annak, hogy ezt a párhuzamot felfedeztük polgármester úrnak, hogy ezt elmélyítette bennünk, és azt hiszem, hogy mindegyikünknek a saját területén kell megvívni ezt a úgynevezett harcot, kiki a maga területén és kiki a maga eszközeivel. Ami nagyon fontos, én pont vasárnap erről prédikáltam, mert ez volt az ige, hogy az Isten az embert férfinak és nőnek teremtette, és azt akarta, hogy boldog legyen. És azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban is most a feje tetején áll a világ, és egyszerűen vannak emberek, akik nem hiszik el, hogy az ember vagy férfi vagy nő. Ugye azt szoktam mondani, hogy törvénybe kellett foglalni azt, hogy az apa az férfi, az anya meg nő lehet. Ez olyan, mintha kezdeményeznénk egy törvényalkotást vagy módosítást, hogy vegyük már bele azt, hogy az ég az kék, a fű az meg zöld. Ugyanolyan természetes.
És azt hiszem, hogy akik itt, akikre megemlékezünk, azok is a haza függetlenségéért, szabadságáért harcoltak, ahogy nekünk is, de bízunk abba, hogy nekünk nem ilyen véresen, hanem vér nélkül is meg tudjuk ezt a harcot harcolni, és nem vagyunk egyedül. Ha Isten velünk, akkor ki ellenünk. Ebben kell bíznunk, de természetesen a magunk részét nekünk kell megtenni. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy hát legyen, hogy a Jóisten akarja, de a Jóisten nekünk szabad akaratot adott, és mi választhatunk a jó és rossz között, válasszuk mindig a jót. És egy szót szeretnék én is a polgármesterrel kapcsolatban mondani. Azt hiszem, hogy a hála és köszönet szavai lehetnek, nem csak itt a körben, hanem azt hiszem a város részéről is, mert ő volt az, aki rányomta a bélyegét az elmúlt 20 évben erre a városra, és azt hiszem, hogy ha azt folytatjuk, amit ő elkezdett, ahogy hát csinálják is a mostani városvezetők, és kívánom, hogy továbbra is ez legyen, akkor igazából nem volt hiába való az ő fáradozása. Amikor halála előtt egy jó évvel beszélgettünk, és akkor elmondta, hogy ő neki meg kellett vívni a harcát a betegségével, azt a harcot legyőzte, de közben nem dédelgette a saját fájdalmát, hanem dolgozott, és amikor elmondta, akkor még országgyűlési képviselő is volt, Pestre járt, itt dolgozott, kezelésre járt, és legyőzte. Bízunk abba, hogy a Jóisten megadja nekünk az ő akarat erejének, illetve küzdő erejének legalább a felét, és akkor mi is ezt meg tudjuk tenni. Most én azt kérem az itt jelenlévőktől, hogy ő érte, és az aradi vértanúkért is imádkozzunk el egy mi atyánkot és egy üdvözlégy Máriát. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság. Nyugodjanak békében. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A főhajtás a szózat eléneklésével és mécsesek meggyújtásával ért véget. Évek óta hagyomány Mohácson, hogy a városi megemlékezés keretében a Parkutcai Katolikus Általános Iskola 48-as emlékhelyén idézzük fel azok alakját és dicsőtetteit, akik 172 éve életüket áldozták hazánk szabadságáért és függetlenségéért. Szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, iskolánk dolgozóit, tanulóit. Ma este az 1849. október 6-án az aradi várbörtönben hősi halált halt 13 magyar honvéd tábornokra, és az aznap a budai várban kivégzett első miniszterelnökre, Batthyány Lajosra emlékezünk. Kérem, tiszteletükre énekeljük el közösen a himnuszt.
1990-ben a tisztelet, a közös akarat és az összefogás létrehozta ezt a helyet, ahol minden év október 6-án gyertyát gyújtunk és emlékezünk. Ma gondolatban Aradon járunk. Lélekben ott vagyunk azon a helyen, ahol 1861-ben Bászli Mihály egykori honvéd tiszt helyezett el egy követ az akasztófák vérhelyén. 1881-ben építette a város azt az obeliszket, melynek talapzata alatt 11 tábornok hambait helyezték el. Az 1920. június 4-én aláírt trianoni béke Aradot Romániához csatolta. Ma a 417.000 lélekszámú város 15%-a magyar anyanyelvű. Ők nagy hazaszeretettel ápolják az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékét. Mi, a Kárpát-medencében élő utódok, soha nem felejthetjük azt a nemzeti összefogást, mely az 1848-49-es szabadságharc során példaértékű volt Európában. A harc, melyet a Habsburg Birodalom ellen vívtunk, egységbe kovácsolta a magyar nemzetet, reményt adott egy önálló, polgári Magyarország megteremtésére. Kossuth Lajos hívó szavára férfiak 10 000-ei álltak be katonának a megalapuló honvédseregbe. Kiválni készülő Magyarország a túlerővel szemben 1849. augusztus 13-án világosnál vereséget szenvedett. A 190 000 fős honvédseregünket Ferenc József osztrák császár csak az orosz cár segítségével tudta legyőzni. Szabadságharcunk elbukott. A szabadságharcban résztvevő magyarokra a bujdosás és börtön várt. A kivégzések közül a legnagyobb felháborodást itthon és külföldön egyaránt az aradi várbörtönben a magyar honvédsereg 13 ismert vezetőjének kivégzése volt. Az osztrák császár Julius Jakob von Hajnaunak, az ország teljhatalmú katonai parancsnokának engedélyt adott a megtorlásra. A 13 tábornokot hadbírósági tárgyaláson egyenként kihallgatták. Hazárulás vágyával halálbüntetései ítélték. Mindvégig nem hitte, hogy így égbe kiáltó jogtalanságot el lehessen rajta követni. Mélyen megható levele, melyet nejéhez intézett, egy nagy lélek utolsó sorai. Előbb vagy utóbb azokra háromlandik vissza halálom gyalázata,
akik engem hálátlanul és igazságtalanul gyilkolnak meg. Éljen a haza! Kis Ernő, Lázár Vilmos, Dezsőfi Arisztid, Svejdel József tábornokokat Aradon golyó általi halálra ítélték. Pöltenberg Ernő, dandár parancsnok. Török Ignác tábornok. Láner György tábornok. Nézics Károly tábornok. Nagy Csándor József tábornok. Leiningen Westerburg Károly tábornok. Aurit Lajos tábornok. Damjanics János vezérőrnagy, az aradi vár parancsnoka, és Vécsei Károly tábornokot a kötél általi halálra ítélték. Juhász Gyula, vértanú. A föld alól, a magyar föld alól, a vértanúk szent lelke föld alól. E nagy napon, a lemlés békelen, a brusbitókra hittel nézzetek. Hittel, reménnyel, mert most kél a nap, minden napoknál szem és szabadabb. A nap, melyet úgy érvet este el, nyugodtan haltunk a reggelen. Szemünk nem látta, lelkünk látta csak, hisz onnan jönnek mind a sugarak, hisz onnan árad új világ fele, szent háromságunk, mely jövőtelen. Szabadság minden népnek, aki él s halni tudott, egy megváltó ítél. Egyenlőség, hogy ember ne legyen mások szabad példája. Becstelen, testvériség, mely át világokon, kézfor kézben, hisz mind rokon. A tisztelgés végén mécsesek fényei lobbantak fel, majd az önkormányzat nevében Pávkovics Gábor és Cserdi Áron, és rajtuk kívül még jó néhány intézmény, szervezet képviselői helyezték el az emlékműnél a kegyelet koszorúit. Idén ünnepli 10. születésnapját a Színes Foltok Foltvarrókör. A világjárvány érthetően óvatosabbá tette az önmel idősebb hölgyekből álló kör tagjait, emiatt sajnos ma már kevesebben látogatják a csoport összejöveteleit, mint korábban. A létszám ugyan megfogyatkozhatott, a fantázia, a kreativitás azonban töretlen. Bizonyság erre a kör legújabb tárlata, amely október 5-én nyílt meg a nyugdíjas székházban. Nincs könnyű dolga annak, aki a kiállítás látogatójaként nézi végig a közszemlére bocsátott alkotásokat. Szinte vibrál a sokszínűség, és elcsodálkozhatunk azon is, mi mindent lehet készíteni, szabni, varni és díszíteni a technikával. Ágytakarók, terítők, fali képek, dekorációk, ünnepi díszek, táskák, ruhadarabok, toltartók, szemüvegtokok, párnahúzatok, falvédők néznek vissza ránk, és még ki tudja mi minden. Az alkotói munka világába, a foltvarró közösség életébe a csoport vezetője, Kis Istvánné Marika segítségével pillanthattunk be. Mennyire magányos vagy közösségi műfaj a foltvarrás? Lehet magányosnak is mondani, de inkább a közösség felé hajlik a dolog, mert Magyarországon ugye nagyon sok foltvaró csoport létezik már, és inkább úgy működik igazából, hogyha ez közösségi munkával folyik. A világban számos dolog született már, ami aztán elmúlt, eltűnt, az emberek elvesztették iránta az érdeklődésüket. A foltvarás népszerűsége viszont töretlen. Mi lett ennek a sikernek a titka, a magyarázata? Nagyon érdekes az egész téma, nagyon sokrétű, mindent befoglal szinte, a legkisebb dologtól a legnagyobbig el lehet készíteni, sok embert meg tudunk vele szólítani.
akik a kézimunkázásnak ezt az ágát művelik, azoknak milyen anyagokra és eszközökre van szüksége? Általában a 100%-os pamutot ajánljuk erre a célra. Lehet használni sejmet, dzsörcét, bármit, de legszívesebben a pamuttal dolgozunk. A modern technika itt mennyire tör be? Inkább kézzel vannak, vagy azért varrógépet is használnak? Az igazi patchwork az a kézi. De most már ugye olyan modern varrógépekkel rendelkezünk, hogy nagyon sokan géppel varjuk, nagyon sokan a szabad gépi tűzést használjuk a munkáknak a befejezéséhez. Azt említette, hogy összejönni és együtt varni az nagyon-nagyon jó dolog, sokkal jobb, mint magányosan alkotni. Hogyan képzeljünk el egy-egy ilyen köri összejövetelt? Mit csinálnak az ilyen alkalmakon? Nálunk itt Mohácson minden kedden délután 3-tól 5-ig van foglalkozás. Itt általában megbeszéljük azokat a dolgokat, amit meg szeretnénk csinálni, és ez otthon készül el, mert ugye ennyi varrógépet hetente nem hordunk össze. De viszont én szoktam, mivel a muntadarabokat megcsinálni, és lépésről lépésre be tudom mutatni akkor, hogy készül. Általában én otthon videóról próbálom ezeket a dolgokat elsajátítani, és akkor így a lányoknak továbbadni. Ha körbenézünk, itt tényleg ezerféle gyönyörű dolog néz vissza ránk a falakról, az asztalokról. Ötleteket, inspirációkat honnan merítenek? Általában az internetről, de hozzá kell tennem, hogyha az országszerte megyünk varós napokra, most ugye a pandémia miatt eléggé sok minden elmaradt, de ott nagyon sok ismerőssel találkozva kicseréljük az információkat, járunk varós napokra, járunk foltvaró táborokba, ahol szintén tanulhatunk. A foltvarás mennyire enged teret a kísérletezésnek, új technikáknak, új utak keresésének? Van egy új technikánk, igaz, azt nem lehet mondani patchworknek, de egy Horváth Katalin textilművész által megtanult technikával rendelkezünk már, és hogyha majd a képsorokat nézik, akkor ezt a DSD technikát ajánlom a figyelmükbe, valami szenzációs. Eltér a patchworknek a technikájától, de viszont nagyon érdekes. Ha valaki csatlakozni szeretne önökhöz, mennyire kell gyakorlott ügyes varrónak lennie? Nem fontos, hogy ügyes varrónő legyen. Itt nagyon sok mindent meg tudunk tanítani neki. Van is köztünk olyan, aki már itt tanulta meg a varrást, a varrógép használatát. A mostani tárlatanyagát milyen szempontok alapján állították össze? Itt vannak most különböző kategóriák, például ezt a babasarkot tavaly januártól kezdődően kezdtük el készíteni, csak elmaradt ugye a kiállításunk tavaly, és ez most mindenképpen terítékre került. A babakészítést is egy kis szakkörtagunk csinálja, és hát a táskák, azok is egy más kategória, a nagy takarók, akkor kisebb fali képek, vagy neszeszer, vagy bármi kütyük. Érdekes módon a csoportban megvannak most már azok a személyek, hogy valaki a táskát nagyon szereti csinálni, valaki a nagy takarót, tehát csoporton belül is már kategorizálva van. Egymás véleményét, tanácsait kikérik-e az alkotás során? Mindenképpen. Mindenképpen kikérjük, és meg is fogadjuk egymás tanácsát. A színes textilek mellett a muzsika színe is feltűntek néhány pillanatra. Versendi Kovács József és tanítványai jóvoltából. Az idősek hónapjához kapcsolódó rendezvény több mint 100 fős közönségét és a kiállítókat Pávkovics Gábor polgármester köszöntötte. Kedves foltvaró hölgyek, további alkotó munkájukhoz kívánunk erőt, kitartást és nagyon jó egészséget. Kívánjuk, hogy a műfajban, amelyet évszázadokkal ezelőtt a szegénység, a szükség hívott életre, még sok-sok szép munkával örvendeztessék meg a környezetüket és mindnyájunkat.
Kedves nézőink, ezen ma esti magazin műsorunk véget ért. Legközelebb jövő héten szerdán jelentkezünk ismét. Addig is viszontlátásra!